Jó reggelt kívánok, ez itt a reggeli skalpolás és Daytrade. Gyors visszajelzést kérek a chat ablakba, hogy látszódik-e YouTube-on is, illetve köszönöm szépen, Zoom-on is ez. Olvassátok el, a tőzsdézők 81%-a veszít, vagy akár ez lehet több is, volatilis piacokon vagyunk. Pici emelkedés elindult szerencsére fölfelé, nem is pici, az elmúlt egy-két hétben. Úgyhogy aki részvényekkel kereskedett, vagy indexekkel long irányba, és megfelelően volt a stopja, és jó volt a menedzsmentje, akár nyerhetett is. Arra kérek mindenkit, bármilyen broker cégnél is vagytok, hogy a volatilis környezet miatt első körben demóban teszteljétek azt, hogy hogyan tudtok kereskedni. Lehetőleg kis lotokkal, aki azt meg szeretné tapasztalni, hogy a novemberben a kereskedési hibákról fogunk beszélni, és beszéltünk is eddig, nem mindig, de sokszor, hogy csak demóban próbáljátok nagy lotokat, mert akkor meg fogjátok tapasztalni, milyen az, hogyha hirtelen a földbe döngöltök egy demószámlát, vagy éppen szerencsétek van, és hatalmas hozamokat értek el. Ez arra szolgáljon okulásként, hogy élőben ezt nem kellene csinálni. Oké, akkor ennyi. Első körben megosztom az egyik MetaTradert. Kérdés, hogy látszódik-e a Walmart chartja a képernyőtökön, illetve a YouTube-on. Köszönöm. Ezt azért mutatom meg, hogy milyen, amikor egy dupla top elmarad, ez a részvénypiacon is meg szokott történni. Itt a dupla csúcs, nyakvonal alatt van egy fals letörés, és amikor a dupla csúcs két csúcsát összekötő vonalat közelítjük, hogy átvisszük, akkor be lehet vásárolni belőle. Ez egy szerencsés trade, a stopja egyébként nem tudom, hogy hol van, lehet, hogy nincs is, vagy lejjebb, de ilyenkor ide kell elhelyezni a stopot, vagy a korábbi mélypontokhoz, és mint látjátok, a részzárás már megtörtént. És az a kérdés, hogy sokan itt a gap betöltésre játszanak, ez nem biztos, hogy jó ötlet, hogyha ez egy bika piac vagy egy medve piaci ralli. Ez csak egy példa. Tehát olyannyira nem volt érzékeny az amerikai gazdaság annyira a jelen levő eseményekre, hogy például a Walmart eredménye sem olyan rossz, de ez csak egy példa. Ezzel nem mondtam azt, hogy ilyen részvényt kéne venni. Meg is osztok gyorsan egy másik felületet, az pedig az MT4 lesz. Kérdés, hogy látszódik az MT4? Gyors visszajelzés kérek a chat ablakba. Fekete alakú a csárta, annyi a különbség, kb. Köszönöm. Hát ő itt, a Dow Jones 1 perces grafikonja, és van nekünk itt este egy trédünk. Ebből ezt fogom, itt hanem a lentebbinek lejjebb van a stopja, azt fogom lefelezni. Azt gondolom, hogy innentől kezdve nagyjából ez, amit megtehettünk ezzel az esti pozícióval. Nézzük az S&P 500-at. Azt mondja, hogy itt tartunk. Skalpás és day trade, ennek a reggeli dolognak a címe. Itt is lehet belépőket találni. Ha ez egy emelkedő piac, vagy egy medvepiaci rally, nem tudjuk mi ez, hangsúlyozom, nem adunk befektetési tanácsot ez ügyben, akkor bizony itt is longokat lehetett volna keresni. Kreatív embereknek ez egy dupla alj, és onnantól kezdve jönnek ezek a szokásos történetek, hogy van egy szintünk, alatta egy falsletörés, van egy másik szintünk, ez éppen egy dupla top nyakvonala alatta egy falsletörés, és innen is bizony lehet longokat kötögetni, és mindig lehet részzárni. Nagyobb részt szoktam zárni az éneknél, ez tegnapi vagy tegnap előtti pozíció, nem tudom már, nézzetek meg a dátumot. Itt ez már részzár van, most csak picikéket zárogatok, hogy ezt is megmutassam. A Bitcointól elköszöntünk, az Ethereumtól elköszöntünk, de mondtam is nektek, hogy én ilyet nem vennék. De mivel többen kérdeztétek már, hogy mi van ezekkel a termékekkel, megmutatom, mi van ezekkel a termékekkel. Kezdjük először is azt, hogy miközben a tőzsdék szépen emelkednek, látjátok. Egyébként nagyon-nagyon fontos az S&P csártyánál ez a helyzet, tehát még nem vittük át, nem közelítettük meg érdemben ezt a trendvonalat, napi idősíkról beszélgetünk.
nézzük a DAX-ot, ott már, miközben ugye Európában van a probléma, furcsa módon átvittük, mint érdekesség, a Dow Jones-nál nem rajzolom be, de szintén átvittük, vagy valami hasonló. Tehát érdekes a játék abból a szempontból, hogy az S&P 500, ami az egyik legfontosabb dolog, az még nem vitt át, illetve a Nasdaq is le van maradva. Rengeteg technológiai papírt érintettünk az elmúlt időszakban, mutatok egy párat. Ő itt a Facebook, átvitte a mozgó átlagot. Nem jó helyen van a szürke vonal, de behúzom ide, valami oknál fogva ez lett volna a jó belépő, ami egyébként egy fals letörés. És ilyen részzárás, 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 mert nem tudjuk, hogy ez a gap-be lesz-e töltve a közeljövőben vagy sem. Tehát az a lényeg az egésznek, hogy a technológiai részvények beugrottak, ugye itt volt a dupla az Apple-nél, és a Nasdaq mégsem törte az esőtrendet rendet még, úgyhogy ezeket azért figyeljétek. Hagyományos gazdaság képviselői, például JP Morgan, ezekről beszélgettünk, most nem foglak titeket untatni, azok kedvéért mutogatom, akik nem mindent láttak. De mondjuk már a Tesla lefelé fordulgat, úgyhogy vannak itt furcsaságok. Ő pedig a Novavax, ami szintén lefelé fordulgat. Tehát voltak azok a részvények, amik nagyot estek, mintha fordulnának, de nem biztos, hogy meg fognak fordulni. Lehet, hogy jönnek még mélypontok, úgyhogy nagyon óvatosan kereskedjetek. Ha részvénypiacon kereskedtek, akkor is a parciális zárás és stop loss használata, és kis mennyiségek használata, és sok szabad készpénz a javaslat. A hagyományos gazdaság részvényei közül nézegettünk még egy pár dolgot, aztán visszatérünk a skalpoláshoz, mert az a téma, csak mutatnék egy-két másik részvényt is, ami mondjuk nem technológiai. Nézzük a Cityt. Ő is ment egy hatalmasat, itt volt a belépő, most korrigál lefelé. Nyilvánvaló, hogy az indexek is picikét jöttek le. Az elért lokális csúcsokhoz képest az elmúlt időszakban. És mutogatom azokat a részvényeket, amikről régen beszélgettünk, és ugye ezt mondtam, hogy ilyet nem vennék, de amint ezt átvitte, már ugye venném. Itt már ez a hajó elment, nézzétek, hogy milyen komoly százalékokat el lehetett érni ezzel a papírral is. De csak a nagyobbak, nagyobb időség kedvéért, itt vagyunk az ellenállásnál. A koronavírus sztárpapírja még mindig nem annyira remek azoknak, akik a csúcson vették. Nézzünk egy olyat, aminek nem ilyen nagy a kilengése. Néha szoktam mutogatni, ő itt a Pfizer. Ahhoz képest, hogy a csúcs, mondjuk a hiperen látható csúcs az itt volt, nem esett ez olyan nagyon nagyot, mint a Moderna, jött fölfele, most viszont ő is picit korrigál lefele. Tehát akik a hagyományosabb típusú részvényeket a technológiákkal, vagy éppen az oltás biznisszel vegyítik, ilyen-olyan arányban, de túlsúlyozták a hagyományosokat, azok lehet, hogy ügyesebb portfóliót építettek, de mondjuk ellen példa, a Snapchat hatalmas kasza volt annak, aki itt vásárolt például, de itt is már dupla top van. Tehát a részzárások indokoltak, vagy már indokoltak voltak. Utolsó hagyományos gazdaságos történet. Teslát meg azért figyeljétek, mert ugye sok minden zajlik Musk úr körül. Gyönyörű szép Exxon. De itt is azért már figyelendő a történet, hogyha az olaj egy picikét lefele mozdul, akkor ezt a vonalat nem kéne törni. De szépet jött fölfele, és mutatom napi idősíkon is. Ha bizony-bizony volt egy portfóliótok, akkor az nem rossz, csak itt az a kérdés, hogy dupla csúcs alakul-e ki vagy sem. Nem tudom ezekre a válaszokat. Amikor nem tudom a választ, akkor irány a skalpolás. Ő itt a Nasdaq. Ez volt egy jó belépő, ugye fals letörés dupla top alatt, és én azt gondolom, hogy ettől függetlenül itt még azért lehet részzárásokat csinálgatni. És nézzük meg a tegnapi napot először a Nasdaq-kal, aztán a többi dologgal,
és térjünk ki még a devizapiacra is. Kezdjük a NASDAQ-kal. Tegnap volt 16-a emlékeim szerint, és ilyenkor az szokott lenni, na, itt is vagyunk, ez volt a reggel. A fals letöréssel indult egy emelkedés, volt egy oldalazás, és utána megindultunk még jobban fölfele. Ide már be lehetett volna húzni egy ferde vonalat. Ez itt amúgy egy fals kitörés dupla toppal. Ha valaki megnyitotta a jó kis shortját, itt egy picit később, daytraderek, a scalperek kicsit hamarabb, részzárások után lehetett itt pénzt keresni. Kérdés a következő, amikor mondjuk itt bekapcsoljátok a gépet, mondjuk nem szerencsés pont dél környékén trédel, mindegy, vagy 11 és dél között sem. Itt azt láthatjuk, hogy aki a fals kitöréses daytrader shortos volt, az jól járt. Aki viszont mondjuk azt mondta, hogy tegyük fel, itt elindulunk fölfele és ezt megérintjük, az is egy jó elképzelés, de ha nem zárt parciálisan, amit mindig mondok, tehát mondjuk itt belépett a trendvonatörésre, akkor még ezt a célárat ide tette fixre, és itt volt a stopja, akkor ugyebár bukott. Ezért, amikor belépsz, és elmegy a stoppot távolságra, kb. Elmegy a chart, akkor illik lezárni minimum a felét, de inkább a kétharmadát. Tehát jött egy válfejvál, estünk is rá egy szépet, és ekkor gondolom én, hogy egy páran megpróbálkoztak azzal, hogy egy fals letöréses longot nyomnak. Ha ez nem jön be, nyilván a short után attól függ, aki nyert, az még egyszer-kétszer megpróbálja, de ha ez nem jön be, akkor így folytatódik az eső trend. És az a kérdés, hogy ezt majd valamikor átvisszük-e vagy sem, át is színezem nektek valami látványosabb színre, és picit lejjebb igazítom. Jöttünk szépen lefele, és amíg a trendvonalat vagyunk, addig azért jobbak a short belépők, fogalmazzunk így. Nem mindig. Itt volt egy elmaradó duplaj, aminek a két aját összekötött, itt lehet shortolni, a dupla V közepén van a stop. Fals letöréses long itt, ez tök jó, de mindig ezen trendvonalak törése lehet picike short belépő. Itt is, aki mondjuk fogta ezt a dupla aljat, ugye mutattam a részvényeknél, hogy elindult egy korrekció lefele, tehát aki a dupla aljba belépett mondjuk itt, és nem zárt részeket, pláne úgy, hogy ellenállásokat közelítettünk, az bizony kisztoppódott. Ez ennyire egyszerű. Aki viszont a dupla toppot kedveli, és shortolt, annak is részt zárnia kell, ugye a volatilis csapkodó piacon, hogy a nyakvonal áttörésénél itt megnyomtátok az adásgombot, de azért kell vigyázni erre a dologra, mert ha elnézést Fertit akartam, mert ha ezt esetleg átvinnénk, akkor bizony baj lenne a shortokkal, itt már részzárogattál, tehát ha egy téglalaknyit lejövünk, ott 50-60-70%-ot akár kidobsz, többit tartod, de ha ezt átvisszük, elképzelhető, hogy felszorunk ide, ahol a sortosok, tehát például a desktopod is lehet. Nem biztos, de elképzelhető. Itt jött az éjszaka, ez nem következett be. Na nézzük, hogy hol tartunk most. Itt. Nem egy rossz történet, tehát aki ezt a szürke vonalat megnyomta, az jól járt. Nézzünk egy S&P-t, ritkán nézzük. Én azt mondom, hogy ebből ismét zárunk egy részt. Szépen-szépen menetelünk fölfele. Tehát még long piac van, de volt tegnap egy korrekció. Azon a számlán, amelyeken a részvényeket mutogattam, a napokban, nem az MT5-ösön, amit az előbb bemutattam, azon a számlán parciális zárás után fut az Apple, Facebook, Google, Novavax, nem tudom, mik vannak nyitva ott. Azért, mert, és még Tesla is fut, de mindegyikből részzárogattam. Tehát az a kérdés, hogy mi lesz itt nagyobb idősíkon. Visszakapcsolok ide. S&P-nél sorsdöntő pillanatok előtt állunk. Ha ez egy medvepiaci ralli, akkor A eset lehet, hogy ezt meg se közelítjük, B eset felszorunk ide és lefordulunk, C eset fölötte egy fals kitörés és lefordulunk, D eset áttörjük,
és egyszer csak x idő múlva, hetek, hónapok, évek múlva megyünk csúcsokat döntögetni. Nem tudom, hogy melyik fog bekövetkezni. De mivel azt tudom, hogy a piac csapkodós, ezért tudom menedzselni a meglévő nyitott pozíciókat, és akárhányszor belépek fals letöréses long pozíciókba, vagy ferde van a áttöréses long pozícióba, vagy esetleg elmaradó alakzatokba, mindig részzárok, és a kisebb részeket, 0-1, akármennyiket hagyom futni. Úgyhogy nagyjából az zajlik, ha ezt látjátok, hogy itt bizony-bizony a részzárások, a swing trade-ek hozzák a profitot. Azért nem nyitottam ma reggel long pozíciót, mert nem voltam gép közelben, a telefon meg nem akartam nyomkodni. Vezettem, de itt is ez egy belépő, és ugye reggel már hozzászoktunk ahhoz, hogy így a webinárium alatt elég gyakran szokott fölfele kitörés lenni, ugye? Az elmúlt pár hétben, egy-két hónapban. Vagy szerencsénk van, vagy ilyen a piac, vagy néha eltaláljuk, mindegy. Befektetési tanácsot nem adunk, továbbra sem. Nézzünk egy forintot. Volt egy tegnapi short, ez részzárva lett, és én nyitottam még egy shortot, az még egyelőre ott van, még van ez a régi swing trade. Az a kérdés, hogyha ilyen események vannak, jó volt a barátság, különvezeték volt a lengyel sajnálatos esemény, akkor mi lesz a mi forintunkkal? A válasz fogalmam sincs, akinek van, az nagyon ügyes, de én még mindig tartom az euró-forint short pozíciókat, de kalkuláltam a veszteségemet, ez ezen a számlán mindkettő 150-200 dollár veszteségig belefér bőven. Nagyon nagy szerencséjünk volt ezen a számlán egyébként. Na most akkor nézzünk más termékeket, euró-dollár, napi chart, látszódik az irány, H4 szintén. Na most akkor ezt hogyan lehet leskalpolni? Hát nem azt mondom, hogy borzasztóan egyszerű. Ez itt egy dupla aj. Most a hajnalt mutatom, ez egy fals letörés. Ez egy counter trend vonaltörés. Ha úgy tetszik, elmaradó válfejvállalakzat. Hát itt ugye sok skalpos emberke felismeri azt, hogy ez egy válfejvál, és elkezdenek shortolni. Azt figyelmen kívül hagyják, hogy van egy eső trend van a törése, ami után elképzelhető, hogy ezek a visszafordító alakzatok dupatop válfejvál elmaradhatnak. Hát itt ez történt. Utána van egy ilyen dupla csúcs is, ami elmaradhat. És ha valaki ügyes helyekre teszi a stopot, 5-10-15 pontokra még mindig jó. Nézzük a tegnapi napot, ami ugye bonyolultabb volt ennél. Mi is történt? Dow Joneshoz hasonlóan reggel volt egy szerencsés emelkedés. Ugye a trendvonal közelítéseket meg lehetett venni, vagy a már-már szokásos dolog, ha itt sokan shortoltak, és a tőzsdézők többsége bukik, rövid idősíkon meg aztán pláne, ha egy dupla top nyakvonal alatt fals letörés alakul ki, akkor bizony ez már lehet egy fordított válfejvál, és idáig eléggé sanszos jelvünk részzárás, többit pedig lehet tartani addig, amíg a piros vonal fölött vagyunk, zárogatsz, és egyszer csak itt a vége, fuss el véle. Ezt nem volt nagy kaland lekereskedni, így utólag. Ha a vonalad jó helyen van, akkor is nagyon nehéz a tőzsde pszichológia. Akkor is nagyon nehéz a money management, de azért vagyunk itt, hogy ezt közösen tanuljuk. Amíg ez alatt vagyunk, addig próbáljátok meg tripla csúcs, dupla csúcs hasonlókat kereskedni short irányba, és vigyázzatok, mert ez egy eső trend. Lehet, hogy egyszer átvisszük fölfele, de az még odébb van, látjátok? Ezért fontos, hogy ne csak scalperként, hanem daytraderként is gondolkodj. Ezek a lapos vonalak nagyon fontosak. Amikor tartasz egy pozíciót, lapos vonalak, amikor belépsz, meredekebb vonalak itt a dupla toppos sorba. Kicsi elmélet, ez is egy dupla toppos sort. Itt valami oknál fog volna egy fals letörés, és szépen-szépen ott tart a történet, hogy még érdemben
Nem változott ez a trend. Itt, ha ezt átvisszük, át is vittük, itt bizony már változgat. Tehát nagyjából ennyi. Aztán volt nekünk régen olyanunk is, hogy USD Japán jel. Itt ugye azt mondtuk annó, még régen, hogy bizony-bizony elindult ez a csárt lefele. Aki ezt a dupla aljat long irányba tradelik, készüljön fel arra, hogy lehet, hogy elmarad, és kisztopódik, és lehet, hogy lefele mutató zászló lesz, nem tudom. Egy biztos, hogy aki mondjuk day trader vagy swing trader, mutatok pár példát, az ezután, az esemény után jobban járt, hogyha a dupla topokat ezen az idősíkon, például itt ez egy pici dupla top, lefele irányban tradeltem meg. Aki M15-ös day trader, swing trader volt, és mondjuk itt belépett egy shortba, és ha tegyük fel, észrevette, hogy a dupla top nyakvonal alatt fordultunk egy dupla aljjal, és a dupla top két csúcsát összekötő vonalat átvittük fölfele, akkor ez bizony elmaradhat azért, mert ez az esőtrend itt véget ért. Tehát itt ilyenkor egy picikét van terünk a fölfele mozgásra, de aki a nagy esőtrendet nézi és a dupla topokat, parcializálás, amikor a nyakvonalat átvisszük, a short 60-70 szeleket dobja, az még mindig jól járhatott. És az a kérdés, látjátok, hogy mi van akkor, ha skalpolunk. Nézzük meg a tegnapi napot. Van egy reggelünk, ez nem ugyanúgy mozog, mint az euro-dollár meg a Dow Jones. Láttátok, itt a magasabb idősíkon inkább az esőtrend dominál. Ez nem reggel, elnézést. Van egy reggelünk, szerencsére jó belépővel szolgált. Itt azt kell megvárni, amíg magasról lehet shortolni egy jót. Per pillanat, ez nem azt jelenti, hogy erre a termékre ez vonatkozik örökké. Per pillanat a nagyobb időség, a multi time frame elemzés ezt diktálja. Itt egy jó short belépő, 5-10-15 pontos kalpra, kétharmad zárással, valahol meg a többit dobod. Kérdés a következő, hogy mi a legjobb belépő? A legjobb belépő az az, hogyha alakzat, legyen ez egy torz dupla top, párosul trendvonaltöréssel. Hát mi jó belépő még? Gondolkozzunk fordítva. Itt rengetegen shortolni fognak, ha ezt a dolgot követik, amiről mi beszélgetünk. Dupla top, tök jó. És mi az a long piacon, mi szokott történni? Kirázzák a shortosokat is ugyanúgy, mint a longosokat. Tehát itt, aki nem rázzé, nem zár részt, hoppá, az bizony pórul jár, mindegy, úgy hagyom. Fals kitörés, kiütötték a dupla top fölötti shortosokat, és utána nélkülük borul lefel a piac. Ha van egy esőpiacod, és megtrédeled ezt dupla aljat valahol itt, akkor ne felejts el részt zárni, mert még az is előfordulhat, hogy a dupla alj két alját összekötő vonal törik, hogy lejön ide a csárt a dupla V alatti stoppér. Ugye? Tehát emelkedő piacban bízni lehet, de mindig részzárás, és mindig felkészülni a legrosszabbra, mindig úgy állj hozzá, hogy lehet, hogy ki fogok stoppolódni, de ne legyen benned egy olyan pszichológiai nyomás, hogy mindig bukok. Van egy kérdés, két nyitott pozíciód van, nem tudom melyikre kérdeztél rá, egyiket részzártad, mi az elv, melyiket zárod. Most nincs elv, most van előttem egy csomó ablak. Az elv, hogy annál kéne nagyobb részt zárni, ahol a stop lejjebb van, illetve annál kéne nagyobb, annál kéne részt zárni első körben, hogyha fölfele megy mondjuk az S&P például, amelyik a drágább. Tehát mindig a legolcsóbbat hagyom, és abból lesznek a jó swing trade-ek, ha csak nem fordul a piac. De lehet, hogy nem erre kérdezte rá. Tehát lehet itt mondjuk falstetöréseket visszatérő USDJPY longokat kötni, de mindig arra készüljetek föl, hogy mondjuk itt van egy szép dupla alj, hogy ha nem zársz részeket, akkor itt bizony kisztoppolnak. És ha nem lépsz be ugyanabba az irányba, ugyanez volt itt a short iránynál is, ha visszatekerem, tehát dupla top shortolsz, kiütnek, újra belépsz. De ha részzárogatással csinálod meg ugyanezeket, akkor elképzelhető, hogy nem pattan el az agyad, és 3-4-5 kisztopp után még talán pluszban vagy a részzárások miatt, és abba tudod hagyni, vagy pedig higgadtabban tudod folytatni.
Nem szabad túltrédelni magad. Tehát itt a short belépőkre helyeztem a hangsúlyt, míg az indexeknél, euró-dollárnál longokra. És nézzétek meg, aki mondjuk itt, tegyük fel, csak úgy találomra az esőpiacon próbálkozgat longokkal, az akár pórul is járhat. De nagyon-nagyon sokáig az USD-japán ilyen long piac volt, most nem annyira az, és erről nehéz átállni. Menjünk vissza a Dow-ra. Dow Jones, reméljük tovább emelkedik, de a biztonság kedvéért nyitunk egy shortot, legyen ilyen is. Betesszük a stopot a tetejére, ez csak egy biztonsági stop. Ha ez a dupla top, amit most látunk elmarad, akkor így jártam, kisztopkodok 10 dollárban. Az 584 lebegő demo dollárba ez belefér. Lehet tenni take profitot. Ha visszateszteljük a dupla csúcs szintjét, akkor jól jártunk, ha nem, akkor kiüti a stopot. Ahhoz, hogy lejöjjünk oda, egy-két dolognak kéne teljesülnie. Hoppá. Ez most egy hülyeség volt, lejjebb tettem, mindegy. Tehát ahhoz, hogy elfelejtettem rajzolni újat, nem annyira reagál az egerem mindenre. Tehát ahhoz, hogy ezt profittal zárjuk, ennek le kéne törnie. Ez most nem biztos, hogy bekövetkezik. Adja az ég, hogy inkább emelkedjünk. Meglátjuk. Tehát van itt kettő S&P. Ez most ugyanolyan árfolyamra volt, gyakorlatilag tök minden melyiket zárott, kb. Ugyanott van a stop. De alapvetően éjszaka előtt azt lehet csinálni, hogy lezársz egy nagyobb részt az indexekben, és nagyon picivel, tehát ha elteszel 10 dollárt, mondtam egy hülyeséget, akkor annyival lejjebb húzod a stopot, hogy nehogy éjszaka kiszedjék. Ilyeneket is lehet csinálni. De ettől függetlenül a lényeg az az, hogy a scalpokból, daytradekből próbálj meg mindig swing tradeket is csinálni. Ezért jó, hogyha az emberek 0-3 vagy 0-0-3 devizapiacon ilyesmikkel kötögetnek, mert akkor van erre lehetőség. Akinek nagyobb a számlája, vagy nagyobb a technikai elemzői készsége, és jobb helyeken lép be, vagy akár szerencsésebb, az nyilván nagyobb lotokkal, szűkebb stoppokkal is kereskedhet, de ezt mindig demo környezetben próbáljátok ki, és amikor már valamilyen szinten megy, akkor élőszámla lehet picike lotokkal, bármilyen broker cégnél is vagytok. Most ebből a nagyon csodálatos pozícióból nem lesz még semmi, de nekem be kell fejezni a webináriót, mert azt mondták, hogy 8 óráig tarthatom. Ma olyan különleges dolgokról nem esett szó, de egy biztos, hogy szerintem ezek jó kereskedési napok, ha más nem, de mód gyakorlásra. Aztán ki hogy érzi. Részvénypiacon is bárki portfóliót épít, bizony vigyázzon. Még egy záró gondolat, ezt meg akartam mutatni, elfelejtettem. Kriptopiac. Távol maradni, szerintem. Ez a dupla ilyen lekonyolósnak tűnik. Ne legyen igazam, azok kedvére, akinek van ilyen termék. Ha ezt átviszi lefele, az baj. XRP-vel én optimista vagyok, de ha ez a dupla elmarad, én ebből már olyan rosszul nem tudok kiszállni. De én most ezt gyönyörű szépen 0,60 van. Nem reménykedünk, kétharmadot kidobok. Nézzük a Litecoint, ha megvan még. Valahol láttam. Hát ettől én elköszönök. Mint ahogy se Bitcoin, se Ethereum nincs már. Kriptopiactól távol maradni, ezzel nem azt mondtam, hogy XRP-t kell venni, Isten őrizzen. Nekem az, mint bukta, belefér ebbe a számlába. Nézzük, mit tudunk még tenni. Az euróforint az kockázatos most. Gyakorlatilag egy olyan piacon vagyunk, ahol egy váratlan háborús esemény bármikor irányváltásokat okozhat. Ezen kívül van infláció, egy bankokat figyelni, makroadatokat valaki írja, vagy mi lesz. Többiek kedvéért. Köszönöm a mait.